Sziasztok, hackerek! Ez itt a Bátfai Axor Stream 387. adása. És röviden összefoglalnánk, hogy akkor a programozás egy labor egyik feladata kapcsán, ugye hol is tartunk, ez a COVID-19-es feladat. Ugye hagyományosan a humángenom második kromoszómájára szoktunk ilyen vizsgálatokat végezni, hogy felépítjük a TCAG betűkből ugye az Ivlenpel-fát, pontosabban annak egy bináris konverziójából, és akkor annak a fának az átlószegnek a szórását vizsgáljuk. Ugye most ugye a szomorú aktualitás, hogy akkor itt ez a COVID-19-es vírus, és akkor ennek a genomját vizsgáltuk. Persze fontos, hogy nekünk ez semmit nem jelent, hiszen nekünk ez csak egy TCAG betűből álló sorozat. Jó, tehát itt nyilván mi arra koncentrálunk, hogy ez programozás labor, hogy programozás azon belül is ugye főleg az ismerekedés, ugye a C++-nak a szintaktikája szokja a szemünk. Ugye ezt megismételjük majd Pythonban is, ugye C-be kezdtük. Jó, tehát nyilván a biológiai háttérhez ugye nem is értünk, tehát nekünk még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek csak a TCAG betűkbe álló szavak. És akkor ott tartottam ma, ugye, hogy és ide fogunk mindannyian eljutni a holnapi előadásnak a végére, hogy akkor látjátok, hogy felépítem a fákat, vagy felépítjük ugye közösen, mert nagyon fontos, hogy ugye a távoktatásban egy from scratch módszert próbáltunk, ami azt jelenti, hogy teljesen üres fájjal kezdtünk, ugye tök üres volt a szövegszerkesztő, és ott a nulláról ugye from scratch építettük föl közösen a streamen a forrást, úgyhogy remélem, hogy ti is élveztél, nekem egy egész új minősége volt az oktatásnak, engem tényleg feldob ez a hát amennyire lehet egy ilyet mondani egy ilyen helyzetben. Próbáljuk kihozni belőle legtöbbet, inkább úgy mondom, de az is igaz, hogy a klasszikus reguláris oktatásban az, hogy közösen írunk programokat ugye az előadáson, az nyilván nem fért volna bele, ugye, hanem ott inkább ez a klasszikus dolog. De ugye mindig figyelek arra, hogy nem csak klasszikusan a fóliákat felolvassuk ugye a streamen, hanem ténylegesen a lényegi elemek ugye az a közös from scratch kódolás. És akkor itt látjátok a második oszlopban ugye a sorszám után, hogy akkor szépen ugye a szórások alapján van rendezve. Nyilván a C++ oldalit az, hogy berakosgatjuk fába, ilyen szemantikával, olyan szemantikával, az objektumot, csak a pointerét. Jó, tehát nyilván nekünk itt abszolút a C++ beli dolgok a lényegesek. De egyébként, ha már ugye a vírussal foglalkozni, akkor próbáltam ábrázolni. Talán még emlékeztek szintén a progba, ugye az elméleti háttérnél a második előadásra foglalkoztunk Kolmogorov bonyolultsággal. A Kolmogorov bonyolultságra ugye épül ez a hasonlósági metrika, és akkor ezt megtaláltátok, ez a komplönk csomag, ugye ez a normalizált tömörítési távolság. Ugye a Rudi Silibrézi, annak van egy remek kis projektje, ugye, ő csinálta meg ezt itt a GitHub-on is éritek, és akkor ezt használtuk. Már vagy 10 éve is kipróbáltuk a csomagját, ugye akkor azt csináltuk, hogy országgyűlési képviselőknek ugye a parlamenti nyilvános szöveget összehasonlítottuk, és akkor nyilván így építettünk egy fát, hogy kinek a szövege információs értelemben ugye kihez van legközelebb. És akkor ezt most ráengedtem ugye ezt a kompletter csomagot ugye a vizsgált ugye 15 darab a streamen láthatjátok, hogy ott talán 5-öt hozunk le, de nyilván akkor tovább folytattam, ugye ahol abba hagytuk ugye tegnap, meg hát a laboroknak ma volt laborja, ugye a tegnapi laboron kezdtük el, de akinek ma volt laborom ma, akinek egy csütörtök, ez nyilván csütörtök jutott idáig, de én akkor ezt még kiegészítettem 15-re, és akkor itt futtattam rá ugye a szórást, hát ugye amit itt a genomi adatbázis, hogy pár dolgot még mellé írtam, és most ott tartok, hogy nézegettem az adatokat, ugye kínomban annyira nézegettem már, hogy itt ezeket a sorokat ugye földobtam ide a komplörnös csomag által csinált gráfra, ugye fára, és úgy próbáltam, de nem igazán volt úgy semmi olyan dolog, ami megérintett volna. Persze nyilván nem is azt vártam, hogy most az ákosszak szerinti szor, ugye felolvastuk a túlsnádi sztolasztikus számítás negyikából, hogy az ismeretlen adatsorral való jelensű ismerkedéskor, és hogy három hete csináltam ugye a kisfél, amely a streamet, ott láthattátok talán, hogy tényleg a random mintához képest, ugye, aminek nagyon, nagyon alacsony volt a szórása, ott mutatta, hogy szisztéma van ugye a sorozatban, ugye ezt olvastam a könyvben, hogy ha a sorozatban szisztéma van, akkor az ákosszaknak a szórása nagy lesz. Hát és nyilván a szisztéma van a sorozatban, ugye hát a genetikai kód, ugye maga a szisztéma, és szemben mi a zajjal hasonlítottuk össze, hát nyilván a zajhoz képest, hogy a szisztéma van a sorozatban. Itt viszont annyira nekem nem, most hogy nézegetem az adatokat, hogy még ismerkedek velük, így nem volt semmi, de aztán jött az ötlet, visszamondtam erre a két héttel ezelőtti streamre, ahol ugye azt csináltuk, hogy ott összevetettük ugye az ebolával, meg nem tudom mivel, és akkor gyorsan lerántottam még két mintát, ugye ezt is ráengedtem, ezzel a két mintával kiegészítettem. Itt látjátok, a szúrása ennek kisebb lett, a négy körül voltak ezek is, de
tehát nyilván ez is genetikai kód, én ezt nem tudom be, de itt érdekes módon a kettőt egymás mellé tette. Ami a fánál viszont már jobban látszik, hogy a komplőrmös csomag által csinál fán, itt lent a képen jobban áll, lehet, hogy a két ebolát azt viszonylag közel tette egymáshoz. Ez már hitelesebb ugye szerintem, bár az a lényeg, hogy én még ezen gondolkodok, hogy lehetne akkor egy ilyen fát rajzolni, mint a komplőr csomag, de pusztán ugye az ághosszak szórására alapozva. És az az ötletem, most nézegettem én is a saját magam előadását, ugye, és akkor itt ugye írom belőle, hogy itt a manuált kértünk még ugye az NCD-ről, a komplőrös csomagról, és ott van, hogy nyilván a kormogorobb bajunkság, ugye az előadásban ezt kimutattuk, nagyon egyszerűen, ugye nem rekurzív, nem számítható. Tehát nem tudsz olyan programot írni, ami tetszőleges oda kiszámolja a kormogorobb bajunkságet, nyilvánvaló. Ugye ezért a Rudi Cilibrézi ugye azért csinálta ugye azt, hogy a tömörítésre alapozta, ugye, és itt azt mondja, hogy az A-nak a B-nak a konkatenációját nézi. Tehát lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy egyszerűen fogok két mintát, ez egy következő feladat lesz, egy eddig is már most magasabb szinten tettük a lécet egyébként a Prog 1-es példákkal, főleg, hogy most nulláról újraírjuk, és sokkal bonyolultabb, ugye eddig fel sem merült bennünk, hogy templétosztályos örökölést csináljunk egy első példával, de ugye most így, ahogy esik úgy puffon, így sikerült. De szóval az ötletem az lenne, hogy egy ilyen gráfot próbálnánk rajzolni, és úgy, hogy akkor a fát felépítem, de úgy építem föl, hogy egyszerűen a két adatsort összekonkatenálom, tehát mondjuk a két mintát, és akkor valami ilyesmiből próbálok én is majd egy gráfot rajzolni. Jó, szóval itt tartunk, a lényeg az, hogy akartam egy ilyen külön kis streamet, hogy lássuk a fától az erdőt. Ugye ma, látjátok, itt most a mostani adás, ugye forráskód nem volt, inkább egy picit elgondolkodunk ezen, hogy akkor hogy tudnánk mi is, mint a komplet csomagból is mennyi szép farajzoló, valami ilyesmi irányba elvinni ezt a mégis iskolai példaprogramunkat, ugye, ami ugye alapvetően a célja az, hogy a C++ szintaktikája szolgja a szemünk, de ha már van egy ilyen szomorú aktualizás, akkor ebben az irányba lehet, hogy most talán érdemes egy kicsit elvinni. Jó, sziasztok, hackerek! Holnap reggel akkor az előadás streamen találkozunk, ott indítunk egy élő prefixel, és akkor sok, ugye a Red Flower Hell is jó halad, megkaptam ugye a pull requesteket, holnap azokat bemergyölöm majd egy élőadásba délután, ugye lemegy a délőtti labor, és utána bemergyölöm, és akkor nincs más hátra, mint előre, ugye akkor lebonyolítjuk a offline-nak tervezett, de immár online Red Flower Hell versenyünket, és ugye ami most alapvetően Python. Jó, sziasztok hackerek, akkor holnap találkozunk.